Az elmúlt évek alatt sokféle ötlet fordult már meg a megyei értéknapon bemutatkozó településekben, de olyat, hogy egy komplett cukrászda és sütőde is legyen a kiállítótérben, még nem látott a nagy érdemű. Dombóvár idén megmutatta, hogyan lehet hangulatossá tenni egy kiállítást egy parkerdő kellős közepén. Itt kiülni kávézni egy Rákóczi tudós mellett igazán kikapcsolódást eredményező élmény. Az értékek megmutatása és összegyűjtése alapvetően a civilek érdeme, mondta Pintér Szilárd polgármester. 2019-ben is ez már jól működött. Ezeket a civil szervezeket mi tovább erősítettük, és szorosabbra fontuk az együttműködést, és nyilván már számtalanszor elmondtam, civilek nélkül ezt nem lehet működtetni, és nem is lehet, hiszen az értékek önmagában civilek, és a civilek tartják életbe azokat az értékeket, amelyek Dombóvárnak az értékei. Alapvetően azt gondolom, hogy 125 éves Rákóczi János, a Rákóczi túrós önmagáért beszél, hiszen mindenki felkapja a fejét és Dombóvárra gondolja, meg ennek a süteménynek a nevét. Nagyon szeretnénk, hogy ez a Rákóczi túrós még az idén Hungarikum lenne, és ezáltal Dombóvár is bírhatna egy olyan értékkel, amelyet országosan fel tudunk mutatni. Ebből adódóan nyilván helyi termékekkel jöttünk, helyi sörfőzdét hoztuk el, cukrászmesterünket, Rákóczi Sándort, aki a Rákóczi túrós hagyományát tápolja, és nyilván nem akartuk önmagunkat meghazottolni, hiszen a Dőri család nyomokat hagyott Dombóváron, ezért egy Dőri lecsóval készülünk a kóstolóponton ma. A gasztronómiában divattá vált az eredetileg ismert élet ételek újragondolása. Ez történt itt is. Ha valaki megkóstolta Gábor Sándor cukrászmesternek remek műveit, hamisítatlan eredeti ízélményben volt része. Az eredeti receptet is elhoztunk, mert készült egy ünnepi kiadvány itt Dombóvár városának. Tehát az eredeti receptet is ugye bárkinek közkincsé tesszük. És hát mi egy ilyen mai úgynevezett street foodos változatot készítettünk. Nem azt mondom, hogy újra gondoltuk, mert van az rengetegféle fajta, hanem csak éppen mint egy vásári forgatag gyorsan készül, de az eredeti recept szerint dolgozunk, tehát a tészta is az eredeti recept szerint, a turó is benne van mindenféle, csak éppen egy ilyen gyors változat, kézzel lehető, úgyhogy reméljük, hogy ízlik, aki megkóstolja. Azt hiszem, hogy az eredeti receptet nem tudjuk überelni, és hát Rákóczi János korának leghíresebb szakács és cukrászmestere volt, és hát nem kívánunk vele versenyezni, valószínűleg nem tudnánk produkálni hasonló minőséget. Megkóstoltuk a street foodos változatot is, nagyon finom. Néhány méterrel alébb a Kaposmeddi kistérség több települése mutatta meg azokat az értékeket és helyi termékeket, melyeket vendégcsalogatónak szántak. Meg kell mutatni az értékeinket. Tavaly a pandémiás időszakban összehoztuk mi is a kis csapatunkat Döbrökközön, és szeretnénk mi is bemutatni az értékeinket, és létrehoztuk a Döbröközi értéktárat. Ebben már ugye van, amit a megye is ismer, a Döbröközi templomunkat, de a hagyományos dolgainkat, a népviseletünket is szeretnénk bemutatni. Idén először vagyunk ezen a rendezvényen. Nagyon örülünk, hogy felkértek újra bennünket. Bemutattuk a népviseletünket, készíti itt a néni a pillét, az asszonyoknak a fejdíszét, és igazából helyi termékeket hoztunk egy-két vállalkozótól, amit kaptunk, bemutatjuk. A kurdiak visszatérő vendégek a Vára megye programon. Évek óta a helyi termékek kavalkádjával kápráztatják el a kíváncsiskodókat. Minden évben várjuk az alkalmat, hogy jöhessünk. Az idei ugyan egy kicsit korábbi alkalom volt, mint a többi, legalábbis időben korábban jöttünk, még a startprogram termékei nem készültek el, de helyettesítettük őket a kollégák és a falu polgárainak a készítményeivel. Úgy gondolom, hogy ez az, ami összetart bennünket, hogy évről évre szedjük össze és mutassuk meg azt, amit meg tudunk teremteni. Minden évben megpróbálunk újabb kincseket felkutatni. Nem biztos, hogy mindig sikerül ez, de az idei évben kaptunk egy idős nénitől egy nagyon finom fánk receptet. Most ezt hoztuk el, többek között ezt is kóstolhatják a jelenlevők. Pintér Szilárd, a Kaposmeddi kistérségi tanács elnöke azt mondja, az értékeknek megvan a marketing értéke. Ha nem lenne, akkor nem csinálnánk. Nyilvánvaló a kérdés, azt sem mondanám, hogy csalafinta volt, hiszen van, és azokat az értékeket kell felmutatnunk, amelyeknek van múltja. A jelenben ápolnunk kell, ezáltal a biztos jövőt tudunk számukra biztosítani, és generációról generációra ezeket az értékeket meg tudjuk őrizni.